Az idei év első hónap műtárgya apropója, hogy Mészöly Miklós 100 évvel ezelőtt, 1921. január 19-én látta meg a napvilágot. Éppen ezért díszítheti ezekben a hetekben a Vosinszky-Mohr megyei múzeum folyosóját az író szüleinek portréja. Az édesapa ekkor már jelentős személyiség, a Szekszárd-Bátai Árvízmentesítő Társulat főmérnöke, igazgató főmérnöke, felesége Szászi Jolán pedig egy tekintélyes ügyvédlánya, tekintélyes szekszárdi ügyvédlánya, 1918-ban házasodtak össze, és amikor ez a két portré készült a 30-as években, pontosabban 1936-30-ban, akkor még talán idilli képet mutat a házasságuk, és az akkoriban készült fényképek. Van egy családi fotóalbum ebből az időszakból, amikor Molnár Sándor vásárolt egy fényképezőgépet és a családját is, és az ár területen lévő védműveket, szivattyútelepet, töltéseket is fényképezte, és hát a családja fényképezése volt a másik. Tehát, hogy egy ilyen idilli világ alakul, vagy tükröződik ezeken a fényképeken. Molnár Sándor és felesége portréja 1930-ban készült. A férfi arcképe az aláírás tanúsága szerint augusztusban, a Benedek völgyben valószínűleg a Molnár tanyán készült. A rajz kidolgozottsága, finom részletei arra utalnak, hogy a festő műtermében készítette el a rajz végleges változatát. A sárga felöltős és kalapos férfi portréjának leghatásosabb részlete a férfi kissé melankolikus tekintete. Molnárné Szászi Jolán arcképén is a szem, a tekintet a domináns. A divatos frizurájú, sötéthajú asszony hatalmas kék szemei mosolytalanul, szinte riadtan néznek a szemlélőre. Fedetlen vállát és mellkasát légiesen gomolygó fehér, áttetsző muszlim borítja. A kendő jobb oldalán két rózsa látható, alóla pedig átsejlik kék ruhájának keskeny sávja. Valószínűleg azonban ekkor már, vagy talán a kezdeteknél sem volt azért súrlódásmentes ez a házasság. Az édesapa református hídben nevelkedett, egy református tiszteletes gyermeke, aki műszaki pályára ment, mérnöki oklevelet szerzett, és egy ilyen talán az érzelmeit kevésbé kifejező ember lehetett. Az édesanyja pedig egy ilyen elvágyódó, ilyen kicsit vidéki bovariné jellegű, aki a polgári leányiskolában nagyon szépen zongorázott. Ezért zongoraművészi vágyai voltak, és ez végigkísérte az egész, a zongora végigkísérte az ő egész életét. És talán ez az elvágyódás és ez a szigorú mérnök ember házassága az a 30-as évek közepére kellőképpen megromlott. Mészöly Miklós említi is, hogy az ő 10-es éveinek közepén az édesanyja öngyilkosságot kísérelt meg, talán épp azért, mert lelepleződött, hogy máshol kereste a boldogságot. Miklósi M. Ödön, szekszárdi festőművész, először az iparművészeti iskolában tanult másfél évig. Majd Vajda Zsigmond festőművésznél képezte magát. Tehetsége hamar megmutatkozott, több iskolai díjat is, ösztöndíjat is nyert, másodéves korától állított ki a műcsarnok tárlatain. 1980-ban fejezte be tanulmányait, utána ismét Szekszárdon élt. 1913-14-ben olaszországi tanulmányutat tett. 1922-ben meghívták Hollandiába, ahol nagy sikert aratott festményeivel. Több jelentős Tolna megyei személyiség reprezentatív portréját készítette el a vármegye és a városháza számára. Tisztviselők, nemes urak, adott esetben főispánok portréit festette meg. Érdekessége ezeknek a portréknak az miközben a realista portréfestészet hagyományait követi, a színei olyan hihetetlenül élénkek, amik meglehetősen szokatlanok még ebben a korszakban is. Tehát ugyan a főispánt még a hagyományosabb színvilágban festi meg,
de Aponyi Sándor portréja, Bezerédi Pál portréja, illetve még más tisztviselők, jelentős személyiségek portréi nagyon-nagyon színesek kialakulnak. Ellentétben a pasztelportrékon, amik munkásságának megint csak nagy részét jelentették, hiszen ez volt az a megfizethető képzőművészeti alkotás, ami a város közönségének is megfelelt. A város számos lakójáról rajzolt arcképet, tehetős polgárokról és szegény emberekről egyaránt. Ezeket a pasztelrajzokat finom, harmonikus színvilág jellemzi, a modellek személyiségét is érzékletesen bemutató portrék miklósi emberábrázoló tehetségéről árulkodnak. A múzeum gyűjteményében jó néhányat őrzünk, és nagy szerencsénkre Mészöly Miklós hagyatékával is érkezett két portré, Mészöly Miklós édesapjá és édesanyjá is, amit most kiválasztottunk a hónap műtárgyaként.